Miközben az útépítők már Tolna belvárosában szorgoskodnak, hogy a nagy terhetviselő főút megújulhasson, és mi hamarabb visszaadják a forgalomnak, a mellékutcákban az önkormányzat végzi a karbantartásszerű járdafelújítási programot. Az első lépésekben azok a szakaszok modernizálódhatnak, melyek már elérték a balesetveszélyesség határát. A városüzemeltetési feladatok körében egy nagy halmaz képeznek a járdák, utak, csapadék elvezető csatornák, illetve hidak. Most a híd alatt itt elsősorban a Bogyiszlói híd alatt lévő Mádi Kovács Zsilipet értem, mint műtárgyat. Ezeknek a műtárgyaknak a folyamatos karbantartása. Minden évben keretszerződést köt a város a saját tulajdonú Kft.-jével, és előzetesen kidolgozott, kimunkált tervek alapján mennek a karbantartási munkálatok. Az idei évben a járdák, balesetveszélyes járdák felújításával kezdtük az évet. Gyakorlatilag január-február hónapban városgazda irányításával elkészültek a felmérések, korábbi évek bejelentései, szemléi alapján, mik azok a kimondottan balesetveszélyes szakaszok, ahol gyakorlatilag szükségszerű járdafelújítás. Látható egyébként akár itt mögöttünk is, itt nem teljes utcák vagy utcaszakaszok, hanem egy-egy ház épület előtti nagyon kritikus szakaszok, valahol éppen csak 5 méter, valahol hosszabb 20-30-40 méteres szakaszt bontunk föl és betonozunk vissza. A város költségvetésébe évről évre külön keret biztosítja ezeknek a feladatoknak a fedezetét. Idén ez 40 millió forintot tesz ki, ami az utak, hidak, járdák korszerűsítésére, illetőleg a sikosságmentesítésre is fordítódik, de ebből az összegből finanszírozzák a csapadékvízelvezető árkok karbantartásának költségeit is. Megvannak az elképzelések a patka rendezésekre is, úgy, ahogy a tavalyi évben, ugye tavaly például a Bartók Béla utcát patkáztuk végig, az idei évben is azzal is kell foglalkozzunk, kell a kátyukkal is, útburkolati hibákkal, illetve ugyanezen keretből majd forgalomszabályozás tekintetében az elkopott cserélendő kresztáblákat is ebből fogjuk kicserélni, biztosítani. Amit felmértünk, kimondottan balesetveszélyes és a listában szereplő járda hossz, az közel 2 kilométer, mert most úgy számoljuk, hogy azért ennek a fele körülbelül az, ami kimondottan a balesetveszélyes, azt mindenféleképpen szeretnénk, hogyha az idei évben sikerülne felújítani, és természetesen ütemezzük folyamatosan ezeket a feladatokat. Amikor a balesetveszélyes járdaszakaszok elfogynak, újabb projekt kezdődik a karbantartási rendszerben. Én úgy gondolom, bár ügyvezető úrnak a feladata lesz majd, hogy ütemezze a munkákat, hogy talán patkák vagy csapadékvezető árkoknak a karbantartása. Most az árkokról azért azt tudni kell, hogy rendeletünk szabályozza, határozza meg, hogy mely elvezető árkok azok, amelyek önkormányzati kezelésben, karbantartásban vannak, hol az ingatlan tulajdonosoknak a feladata, tehát nem város valamennyi árok rendszerének karbantartását végzi a Telen a Kft. Berta Zoltán azt mondja, Tolna közlekedésének egyik gondja, hogy nagyon keskenyek az utcák, így a forgalom időről időre tönkreteszi az új patkákat is. Ráadásul több olyan utca is van, melynek csak az egyik felén van járda. Így ezeknek megépítése is napirenden van a jövőbeni elképzelések között.